Sokakat lesújtott a hír, amikor kiderült, hogy a Hikari Dojo harcművészeti, sport és kulturális egyesületnek el kell hagynia a hosszú évek óta használt bázisát. Dunaújváros önkormányzata számos ingatlant ajánlott már fel különböző szervezeteknek ingyenes használatra, s tavaly októberben egyhangú döntést hozott a közgyűlés egy békekörúti ingatlant ajánlott fel a Hikari Dojo egyesületnek használatra. Az egyesület tagjai, szülők, szimpatizánsok pedig elképesztő munkát végeztek, hogy használhatóvá tegyék az épületet. A munka elkészült, az eredmény pedig magáért beszél. 31 éve létezett a Hikari Dojo, azon a régi helyen még építők pálya volt, és utána épült fel a Interspar áruház. Gyakorlatilag a nehézség az az volt, hogy 31 év után egy saját használatú edzőterem edzés lehetőség szűnt meg. Régebben mi is tornatermekbe edzettünk, és hát gyakorlatilag nem is annyira az egyesületnek a jövője, hanem az edzés lehetőség nagyon nagy veszélybe került, illetve hát én is gondolkodóba estem, hogy hogyan tovább. És nagyon sokat nézegettünk a városba különböző helyszíneket, hogy hol lehetne kialakítani egy önálló edzőtermet, és erre esett a választás, de hát iszonyú állapotban volt. És tulajdonképpen a története az volt, hogy amikor először bejöttem ebbe a épületbe, ami nem így nézett ki, akkor kifordultam az ajtón, és azt mondtam, hogy nem. És hát délután a Jóász János, Janosz nekünk, ő felhívott, hogy vágjunk bele. Tehát így vágtunk bele. Hát körülbelül egy közel 5 hónap telt el, nagyon sok nehézség volt benne, volt, ami könnyebben ment, de rengeteg munka volt, és mellette szerencsére tudtuk folytatni az edzéseket, a Pannon Oktatási Központnak a tornatermét béreltük hetente 3 alkalommal, úgyhogy így életbe maradt az edzés is, közben jöttek az eredmények tovább, tehát a csapat is jól dolgozott, és mi mellette dolgoztunk, hát minden szombat-vasárnap folyamatosan, illetve hát a Janosznak a vállalkozása, Damming Kft. Dolgozói, illetve nagyon sok ismerő segített, nem merek sorolni neveket, mert ha kihagyok valakit, akkor joggal sértődik meg. A lesújtó hírek után a közösség ereje ismét megmutatta magát. Sok támogató rögtön azon kezdett dolgozni, hogy az egyesület minél előbb új bázison működhessen tovább. Egykori és jelenlegi tagok, sportolók, támogatók álltak a Hikari Dojo mellé. Nagyon-nagyon sok támogatást kaptunk, rengeteg ember támogatta ezt az egészet. Egy karaté sportársam, a Ruzsinszki Gyuri Szarvasról, ők nemrég építettek egy karate akadémiát, hoztak létre, és ő javasolta, hogy egy ilyen adománygyűjtést kezdeményezzünk. Hát egyetlen egyszer tettük fel a közösségi portára, de szenzációs jóra sikeredett, és a városlakók mellett nem csak a volt karatésaink, tehát mindenki mondja, hogy mert a volt karatésok meg nagyon nagy létszám, ők is rengetegen voltak, illetve a jelenlegi tagok közül szülők, nagyszülők, de az országból nagyon sok helyen, illetve a városlakók, akiknek semmi közük nincs a karatéhoz, onnan is rengeteg segítséget kaptunk. Az egyesület tehát rendkívül sok külső és belső segítséget kapott. A felújítási munkálatokat például Juhász János vezette, aki több évtizede tagja az egyesületnek, és a kezdetektől fogva bízott abban, hogy közös erővel ebből az épületből képesek egy virágzó bázist kialakítani. Amikor kiderült, hogy az Interspárnál sajnos befejeződik a bérleti szerződés, akkor folyamatosan kerestünk valami helyiséget, Laci bácsi megkeresett engem, hogy nézzek körül, segítsek neki. Utána találtuk ezt a helyet az önkormányzat segítségével, és körülnéztünk, az igazságot megvallva, először meg kifordultunk mind a ketten innen, akkor a káosz volt itt, de azt mondtam neki, hogy mindent meg lehet valósítani. Úgyhogy mondtam, hogy álljunk bele, azt kezdjük el. Hát ahogy körülnéztünk, hogy tulajdonképpen ez egy eléggé lerombolt épület volt, több éve már itt állt üresen, se fűtés benne, se semmi, tehát a falak folyamatosan penészesek voltak, szigetelés az nulla volt, akkor maga az egész szerkezet az egy faszerkezet, azt meg kellett vizsgálni, hogy egyáltalán érdemes-e felújítani. Ezt megnéztük, és akkor utána belekezdtünk, hogy legyen rajta szigetelés, ugyebár a közeljövőben, hogy meg tudjuk oldani ezeket a fűtési dolgokat, meg a használható legyen, a belteret, kialakítani egy öltözőket, zuhanyzót, esetleg WC-ket, tehát egy teljes komfortos épületet tudjunk létrehozni. Pintér Tamás polgármester mellett Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester is megtekintette az elkészült termet.
Elmondta, örömteli, hogy támogathatták településünk egyik legösszetartóbb közösségét, akik így végül egy megújult bázison tevékenykedhetnek tovább. Azt gondolom, azt addig is mindenki tudta, hogy a karate társadalom egy nagyon összefogó csapat, összefogó közösség, és ez így van a városban is. És az elmúlt fél évben azt gondolom, hogy megint csak megmutatták ugyanezt, hiszen amikor kiderült, hogy a Hikari Dozsónak el kell hagyni a korábbi helyét a kényszerből, akkor így ez megkerestek minket is itt az önkormányzatot, és mi ezt tudtuk úgymond felajánlani, ezt az itteni épületet, ahol most vagyunk itt a Békeváros részben. Most érdemes lesz majd megnézni az előtte és az utána képeket, és az a csoda, amit itt varázsoltak, tényleg abszolút egy elismerésre méltó. Én azt gondolom, hogy bárki jön itt be, akár csak karatézni, vagy itt, ahogy hallottuk, itt jönnek tornázni, és egyéb erőléti edzések is folynak majd itt. Ez mindenképp egy méltó helyen történik majd. Nagyon szuperül kilettek alakítva a mosdók, illetve természetesen ami a fontosabb az edzés helyiségek. De ami még fontosabb, és akár a lakosság számára is egy nagyon fontos dolog, hogy aki erre jár hazafelé, vagy erre jár autóval, azt láthatja, hogy nem csak itt belül szépült meg az épület, hanem a környezetre is nagyon odafigyeltek itt a karatésok. Ezt ezúttal is nagyon szépen köszönjük nekik, hiszen jól látható, hogy eltűntek azok a dolgok, amik tényleg egy kis odafigyelést igényelnek. Itt új fák lesznek majd ültetve, megtörténik egy kis füvesítés, tényleg egy kis szépítgetés, illetve kimegyünk, egy nagyon szépen meg lett csinálva a kis graffiti fal is. De én azt gondolom, hogy tényleg egy méltó hely, egy méltó kis karate komplexum lesz itt a kis dunaujvárosi karatésoknak, és ahogy hallottuk, most jelen pillanatban 50-en vannak, akik ezt a sportot űzik, de köszönhetően a kis képeknek, illetve ennek a kis körülményeknek, amik most itt egy fennhangot hoztak a karatésoknak, már most akár 20-30-an még pluszban jelentkeztek, hogy űznék majd ezt a sportot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Schneider úrék elkapták azt a pillanatot, és talán ebből a kis hátrányból egyön kovácsoltak maguknak. Én azt gondolom, hogy a városunk, illetve önkormányzatunk nevében csupán hálával tartozunk ezért. Ugye jelen pillanatban egy 5 éves szerződésük van itt, megkezdődtek a tárgyalások arra, hogy lehetne, hogy ez még hosszabb ideig tartson, és tényleg gyakorlatilag, hogyha már ilyen szép dolgot varázsoltak ide, akkor ezt hosszú évekig élvezhessék itt. Schneider László kiemelte, az elkészült munkálatok nyomán hétfőn már edzésbe is állnak az egyesület tagjai, ezzel együtt pedig azt is remélik, hogy sikerül új tagokat is toborozniuk, hogy minél népesebb közösséget alkotva őrizzék tovább a sportágat és annak szellemiségét a városban.